Sziasztok! Most azt szeretném megmutatni, hogy hogyan tudjátok a penészt lehetőleg könnyebben eltávolítani a mosógép gumiáról. Ugye, hát tudom, hogy van már egy ilyen videóm fönn, régebben csináltam, évekkel ezelőtt. Az se rossz, de már kifejlesztettünk egy sokkal jobb technikát, amivel kevesebb idő alatt, kevesebb energiával jobb eredményt lehet elérni. Úgyhogy most ezt szeretném megmutatni nektek. Ugye látszik, hogy ez a mosógép, ez tiszta. A mosógép gumi, ez nagyon penészes. Ez teljesen oda van. És hát ezt szeretném most kitakarítani. Ugye hát azzal kell kezdeni, hogy leszoktam szedni az ajtót, hogy könnyebben hozzáférjek. Ennél a gépnél le van szedve a külső gumiszorító gyűrű is, de ez nem azt nem fontos leszedni. Ez csak így alakult, hogy a néppont le van szedve. És hát így hagytam, mert így jobban hozzáférek. Na, úgy kell kezdeni, hogy a lerakódásokat, amit ki lehet takarítani, azokat ki kell törölni. Kitörölni, ki kell félni. Tehát amit lehet kézzel kisikálni belőle, mert ugye mindig lesznek benne ilyen puha lerakódások, ilyen krémszerű, ami a mosószer nem oldódott föl, nem oldódott el a vízben. Vagy a hab lerakódás, tehát azokat el kell távolítani, azokat mindenképp meg kell csinálni, és akkor utána kell, hát én régen használtam ezt a penészölőt, így lehet kapni, direkt így lehet kapni penészölőt, ilyen sprays dobozba, ezt már nem veszem, ez drága ahhoz képest, amit használok. Áttértem a sima hipóra. A sima hipót használom, ami sokkal olcsóbb, és ugyanolyan hatékony. És én azt csinálom, hogy a hipót beleöntöm egy ilyen sprays dobozba, mert sokat használom, és akkor egy ilyen sprayvel sprayzek állandóan. De hogyha ilyet nem akartok, akkor a hipót csak simán lehet kapni sprays dobozba, vagy valami megmaradt sprays dobozba belerakni a hipót, és akkor azt használni. És akkor, tehát amikor miután már kitakarítottátok a laza, ilyen krémszerű lerakódásokat, akkor utána én egy réteg hipóval beszoktam fújni, körbe, mindenhol, ide be is, megpróbálom mutatni, oda be is, ameddig lehet, így oda be, mindenhova, körbe, és akkor utána pedig szalvéta, vagy WC papírból. Én WC papírt szoktam használni, de akármi jó, vékony ilyen törlőrongy is, ebből így szépen körbe be, hát hogy mondjam, be bugyalálom, hogy mondják ezt, be borítom mindenhol, sőt itt a peremnél még félrehúzom a gumit, és oda még jobban begyömözkölöm. Tehát ott mindenképp legyen WC papír. Ez azért jó, és akkor utána, amikor így egy sectiont így berakok, és akkor besprézem a hipóval, jó, beáztatom, és akkor megint helyreigazítom frankon. Úgyhogy jó, mindenhova érjen. Ez azért jó,
Azért jó, mert amikor régen csináltam, odafújtam a gumira a hipót, vagy a hipót, akkor az ott volt 5 másodpercig, utána lefolyt róla, és utána 1 perc után már el is párogott. Itt ez a zsebkendő, meg a rongy, ez szépen felszívja a hipót, és ott tartja. Ott tartja addig, ameddig teljesen meg nem szárad. Tehát így körbe rakom a gépet, szépen belül is, ott is, körbe, mindenhol szépen így beborítom az egész gumit ezzel a zsebkendővel, befújom. Tehát először mielőtt rárakom a zsebkendőt, beszoktam fújni, mert könnyebben odaragad a zsebkendő. És akkor utána meg teljesen beáztatom a zsebkendőt mindenhol körbe. És egy óra múlva, amikor már kezd száradni, megint beáztatom. Főleg ilyen ennyire penészes képeknél. Megint. És akkor megint nem tudom hányszor. Azt akkor egy idő után megnézem, félrehúzom. És hogyha látom, hogy már jó, akkor jó, akkor kész. De ha még nem jó, akkor visszagyűröm a zsebkendőt, vagy rakok újat, és újra befújni. És ez, hát így csinálom, ameddig teljesen jó nem lesz, teljesen szép nem lesz, teljesen tiszta nem lesz. Azért jó, mert annak idején sikáltam, állandóan fújtam, sokkal több anyagot elhasználtam, mivel ide ráfújom, akkor itt lefolyik, tehát ott csak az a 10 másodpercig lesz hatékony igazán. Így a zsebkendő meg ott tartja a helyeken, mindenhol a hipót. És tehát így sokkal hatékonyabb. Lehet, hogy órák hosszat kell. Sokszor van úgy, hogy befújom, és akkor másnap veszem le a zsebkendőt. De viszont egy nagyon fontos, ami múltkor is előzőleg is nagyon fontos volt, hogy miután ezt megcsinálja az ember, azután legalább hát kétszer sima, brony nélkül, minden nélkül, ruha nélküli öblítő mosást kell csinálni, lehetőleg hamarabb, mert ha a hipó rákerül a dobra, mert ugye rákerül, nem tud elkerülni úgy, hogy ne sprézél csak a gumira, így rámegy a dobra is, és a hipó az megmarja a dobot, és elkezd rozsdásodni. Tehát mindenképp, miután végeztünk ezzel a művelettel, egy vagy két tisztítómosást kell csinálni. Itt volt egy gyíkezet. Befutott a lábam alá. Na mindegy. Most nem tudom, hol van. Na mindegy. Oké, na, tehát ennyi. Ennyi. És ez így jó. Nekem mindig beválik. Sokszor használom, sokszor csinálom. Úgyhogy használjátok. Valakinek csak hasznos lesz. Sziasztok! Gondoltam, megmutatom így is, amikor már kiraktam körbe a WC papírral, hogy néz ki. Azom a lámpát. Na, tönkre ment. Ja, nem, jó, oké. Tehát így néz ki. Mindenhol érje a hipós WC papír. És akkor ezt így kell csinálni. Nézzük ott belül is, próbálom elhúzni, hogy lássunk is valamit. Ugye látjátok, hogy mindenhol be van. Mindenhol odaér. És be van áztatva, és akkor így csak fújkodni kell. Amikor úgy nézed, hogy kicsit szárad, akkor így körbe kell fújni. Körbe kell fújni mindenhol. És ugye a WC papír az elvezeti minden helyre, ahol kell. És ahol hozzáér a WC papír a gumihoz, oda jut hipó, és ott is tartja. Tehát ott teljes mértékben meg lesz a hatása. És akkor fölösleget letöröljük, ne okozzon problémát.
Majd még megpróbálok visszajönni, megmutatni, amikor kész lett. De ez, én most ezt így fogom hagyni, és holnap fogok hozzányúlni. Na, közben tulajdonképpen eltelt két nap, nem értem rá ezzel foglalkozni, úgyhogy, de azért fújkáltam, hogy állandóan hipós legyen, és hát most jött el az idő, hogy leszedjem, úgyhogy megnéztem, különben már lejött a penész, tehát ezt akkor így le kell szedni. Így le kell szedni szépen mindenhol. Mindjárt leszedem teljesen, és utána visszajövök. Na, hát ennyi. Lejött, leszedtem. És akkor hát egy ilyen gombóc lett belőle. De amúgy a penész az tökéletesen lejött mindenhonnan. Olyan, mintha új lenne. Tehát nagyon jó volt a technika. Itt van egy kis rozsdás volt, de hát az a rozsdát, ezt a hipóhoz nem szedi le, azt külön le kell, vagy ilyen csiszolópapírra, polírpapírra sikálni, vagy valami szerrel, vegyszerrel. És akkor direkt itt nem szedtem, nem töröltem le, és itt látszik, hogy ilyen rozsdás pöttyök keletkeztek a dobon, de nem kell ettől megijedni, mert simán le lehet törölni, tehát az nem lesz, nem fog látszani utána, de azért mindenképp le kell törölni, meg ki kell mosni, tisztító, öblítő mosást csinálni, és akkor itt belül is, tehát ott belül is, hoppott, meg van egy kicsi, oda nem ért oda, de amúgy nagyon tiszta lett mindenhol. Ahova nem ér oda, ott nem fogja leoldani a peniszt. Úgyhogy lehet, hogy ott újra kell csinálni ugyanazt. De csak ott. De hát itt annyira... Tehát ott belül egy kicsit az nem számít. Na, ennyi. Szerintem nagyon jó lett. Ahhoz képest, amilyen volt. Na, sziasztok!